büszkék akarunk lenni a magyar sportra, a nagyszerű magyar teljesítményekre, akkor elegendő visszagondolni a mögöttünk hagyott olimpiákra, arra a 177 aranyéremre, 151 ezüstéremre és 174 bronzéremre, amit a magyar sport magáinak mondhat, ami több mint fél ezer érmet jelent. Bármilyen Magyarország küzdelme erre a teljesítményre, az amerikaiak és a kínaiak kivételével, Magyarország sport nagy hatalom, egy 10 milliós ország és egy 15 milliós nemzet sport nagy hatalom. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, a Világra szóló bajnokaink 177 meses győzelem című interaktív olimpia történeti kiállítást a budapesti Millenáris Parkban. A kiállítás fővédnökeként reményét fejezte ki, hogy Tokió után újabb értékes erekékkel bővülhet a tárlat. Köszönjük, hogy közreműködött ennek a kiállításnak a létrejöttében, és szívből kívánjuk, hogy nagyon sokan lejjék benne örömüket azok, akik visszaemlékeznek egy-egy nagy győzelemre, de az a fiatal korosztály is lejjék benne örömét, aki esetleg nem érhette meg és nem láthatta akkor élőben vagy tudatosan ezeket az óriási győzelmeket. És bízunk benne, hogy 4 év múlva, vagy most speciális helyzet, 3 év múlva a párizsi olimpia előtt egy hasonló kiállítást tudunk meg, akkor az újabb fejezetekkel bővíthető kiállítás lesz. Sok sikert kívánok, és hajrá Magyarország! Schmidt Gábor, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke, a kiállított terekék közül 2 külön is kiemelt, Kolonis György kenuját, illetve azt a szurkolai zászlót, amely az 1956-os Melbourne-i olimpián segítette a magyar csapatot. Kolonis Gyurit, vagy ahogy mi emlegetjük a kajakkenu sportágban Kolót, világ valaha volt egyik legjobb kenusaként állandó kétséget gyötörték. Hiába volt ünnepelt sztár, már olimpiai bajnok, de 2000-ben ült az új Sydneybe, hogy itthon a barátoknak arról beszélt, talán a döntőbe sem fog bejutni, annyira erősen veszik. Aztán elérkezett a döntő napja. Talán még sokakban is ott van az a kép, amikor a Sydney pályán tarajos hullámok és erős szél fogadta a versenyzőnek. Aztán elrajtolt a cél 800 méter futama, és mi azt láthattuk, hogy egy versenyző tőle megszokott kecsességgel és eleganciával szeli a habokat, és legyőzve az időjárást, az ellenfeleit és saját magát, fantasztikus győzelmet aratott. Végsétálnak majd a tárlaton, még számtalan, akár 177 ilyen történetet is felidézhetnek majd. 177 történetet, melyet már megírtak a legendás magyar sportolók, és azok kitörölhetetlenek, és mindenki örökké ott lesznek Magyarország olimpiai sikertörténetében. Az október 10-éig megtekintető kiállításon hétről hétre egy-egy aranyérmet, értékes műtárgyat is bemutatnak. A nyitó héten az 5-szörös olimpiai bajnok Keleti Ágnes aranyérmeit csodálhatják meg a látogatók. Az idén a 100. életévet betöltött Tornász maga is megtekintette a tiszteletére berendezett falat.